Karácsonyig 18.858 vajdasági gyermekhez jut majd el a szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatás. Ezúttal már a megemelt összeget, azaz bruttó 100 000 forintnyi támogatást vehetnek fel az érintettek az OTP banknál. A felvétellel szükséges támogatásról szóló értesítések kézbesítéséről a postai dolgozók sztrájka miatt ezúttal a CMH iroda gondoskodik, mondta Bús Otto, a CMH irodák koordinátora. November végén megindulhat a vasúti személyszállítás Szeged és Szabadka között. Dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke azt kérte az illetékesektől, hogy a menetrend utasbarát legyen, és legalább 3 óránként közlekedjen a vonat a két város között, hogy ezzel kiváltható legyen a közúti határátkelőhely. 14. napja tartanak a rendőrségi akciók Vajdaság szerte. A hatóság emberei több ezer illegális bevándorlót gyűjtöttek be ez idő alatt, valamint számos fegyverre és lőszerre is bukkantak. Az izraeli hadsereg elfoglalta a Hamas katonai rendőrségének főhadiszállását, emellett mintegy 200 olyan célpontot támadott, amelyet a terrorszervezethez köthetőnek vélt. Fegyveres osztagokat, fegyvergyártó műhelyeket és parancsnokságokat is.